Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Sok volt az új vendég Gyulán. Az itt nyaralók közelfele először járt a fürdővárosban. Újabb 8 fertőzött Békésben. Péntek reggel 111 beteget tartottak nyilván a megyében. Gyulán a bükki füves ember. Szabó Gyuri bácsi személyesen is adott tanácsokat. Mesebeli valóság. Horváth Hajnalka kiállítása nyílt meg a Pándi galériában. Anya teljes világnap. Idén szűk körben rendezték meg a gyulai programokat. A nyáron Gyulára érkezett vendégek több mint a fele először járt a fürdővárosban. Mindez a Gyulai Turisztikai Kft. Vendégelégedettség felméréséből derült ki. A legtöbben idén is párban vagy családosan érkeztek, és különösen népszerűek voltak a városnéző és kulturális programok. Ez a nap híre. A Gyulai Turisztikai Kft., ahogy a korábbi években, úgy idén is vendégelégedettségmérést végzett a nyári szezont követően. A látogatottsági adatokat tekintve nagy változás nem történt, a járványügyi helyzet miatt azonban a külföldi turisták szinte teljesen eltűntek. A Budapestről érkező vendégek száma közel kétszerese volt az utóbbi két évben tapasztaltaknak. A legtöbben 2020 nyarán is párban vagy családosan érkeztek, de jellemzőek voltak a baráti társaságok is. A legnagyobb változás a tartózkodási időben, valamint a látogatások számában következett be. Továbbra is a 4-7 napos tartózkodási idő volt a legjellemzőbb, azonban szinte teljesen eltűntek a kéthetes vendégek, és a törzs vendégek is kevesebben voltak. Azonban a törzs vendégek helyett új vendégeket kaptunk, hiszen elmondható, hogy arányaiban véve nagyon nagy mértékben növekedett a hozzánk első alkalommal látogatók száma, hiszen 44%-ról 54%-ra nőtt azon vendégek száma, akik először jártak Gyulán. A látogatók körében idén is a strandolást és a pihenést választották a legtöbben, azonban jelentősen emelkedett a városnézés, a kulturális programok iránt érdeklődők száma. Feltételezhetően a vírushelyzet miatt szintén nőtt a kirándulásra jelentkezők száma. Az elégedettséget tekintve a korábbi évekhez hasonlóan az alapelégedettség továbbra is nagyon magas volt, viszont minden bizonnyal a stresszhelyzet és a bizonytalanság következtében azért előjöttek már olyan problémák is, amelyre a jövőben oda kell figyelnünk, és amelyeket a veszélyhelyzet kívánta újabb kihívások, probléma megoldások okán gondolunk, hogy előfordultak. A felmérés során az is kiderült, hogy az 507 megkérdezett vendég 98%-a visszatérne Gyulára, és másoknak is ajánlani fogja a fürdővárost. Péntek reggel 111 koronavírus fertőzöttet tartottak nyilván Békés megyében. A csütörtöki 103-ról péntekre 111-re emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma Békés megyében. Országosan 941 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a betegséget, ezzel 16.111 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 6 idős, krónikus beteg, így immár 669-en hunytak el. Az aktív fertőzöttek száma 11.202 fő. Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves ember tartott előadást a Gyulai Művelődési Központban. Csütörtök délután a személyes tanácsadás mellett a gyógynövények jótékony hatásairól és azokról szerzett tapasztalatairól beszélt. Előadásában többek között elmondta, mit tehetünk a cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy a daganatos betegségek megelőzése érdekében, és a koronavírus járványról is szót ejtett. Kellene rendszeresen segíteni egy héten egy nap a májunknak, a veseinknek és a szívünknek. Csütörtök délután Gyulára látogatott a sokak által bükki füves emberként ismert Szabó Gyuri bácsi. Szabó György 1928. április 15-én született, 92 évesen irigylésre méltó egészségügyi állapotban gyógyítja és segíti az embereket a betegségek könnyebb legyőzésében. Meggyőződése, hogy a növények gyógyító erejében rejlik az emberek egészségének a kulcsa. A Gyulai Művelődési Központban tartott előadása során többször is felhívta a figyelmet a természet által nyújtott kincsekre, melyet igen kismértékben használunk ki. Azt próbálom átadni a nézőknek, hogy mivel lehet megvédeni az egészségüket, mivel lehet meggyógyítani magukat az orvosi kezelés mellett, amit az őseimtől tanultam, és ami volt egy vizsgálat, az Európai Unió csinálta,
4 betegséget fedeztek fel, amelyik nem fertőző és mégis járványszerűen terjed, és hogy azokat hogyan lehet megelőzni. Ez a 4 betegség a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a rák és a COPD, ez egy időskori tüdőbetegség. Hát gyakorlatilag a tudásomnak egy jó részét szeretném átadni, mert nagyon ráfér a magyar emberekre, nem csak a magyarokra, az egész Európa, Unióra, meg a világra. Szabó György tudását nagymamájától szerezte, ő tanította meg arra, hogy melyik növény mire való. Több mint 150 gyógynövényt ismer és alkalmaz, melyek közül jó párról beszélt előadása során is. Nyugdíjazását követően minden idejét a gyógynövényeknek tudta szentelni, előadásaival körbejárta már az országot, ezen alkalmakkor személyes tanácsadással is segíti az embereket. Legutóbbi előadásában természetesen a koronavírus járvány is szóba került, és elmondta, mire kell odafigyelnünk a legjobban ebben a helyzetben. Hogyan lehetne védekezni azért, hogy ne kapjuk el a vírusát, az sajnos azért se, hogy arra viszont igen, lehet módot találni, hogy hogyan erősítsük meg a szervezetünket, hogyha elkaptuk a vírust, akkor az ne legyen nagyon komoly, tehát ne végződjön tragédiával. Magyarul az immunrendszerünket, a védekező képességünket lehet gyógynövényekkel növelni, és ez a lényeg. Gyuri bácsi, a Bükki Füvesember előadása hamarosan a Gyula TV adásában és YouTube csatornáján is látható lesz. A békési képzőművész Horváth Hajnalka kiállítását nyitották meg csütörtök délután a Pándi Galériában. Az alkotások jelentős része a gyermekkorba, a mesék világába hívja a látogatókat. Mesebeli valóság címmel nyílt meg csütörtök délután a Békés megyei központi kórház Pándi Galériájában Horváth Hajnalka kiállítása. Az eseményt megnyitó Becsei László főigazgató kiemelte. Jó a kapcsolat a szervező civilek, az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete és a Gyógyító Intézmény között. Több kiállítás mellett nem egy jótékonysági kezdeményezésben vettek részt. A békési Horváth Hajnalka már gyermekként érdeklődött a művészetek iránt, ruhatervezés területén középiskolásként országos pályázatokon szerepelt sikerrel. A 20-as évei elején egy betegség miatt úgy tűnt fel kell adnia az álmait, de végül ő bizonyult erősebbnek. Mentorának Csuta Györgyöt tekinti, aki meghívta a nemzetközi alkotótáborába, és lehetővé tette számára, hogy egyik festményével a Zserbó cukrászda által szervezett adventi kalendáriumba meghívott kortárs művészek egyike lehessen. A gyermekek világa mindig nagyon közel állt hozzá, ezt a képei is mutatják. Ez most nagyon sokszínű ez a kiállítás, teljesen eklektikus, azért is nem volt semmilyen rendszer, amiben bepakoltuk őket, csak úgy egymás mellé illesztettük. Igazából több téma van, vannak illusztrációk, vannak portrék, van olyan, ami kettőnek az ötvözete, és vannak olyanok, amiket különböző ilyen régi mondásokhoz készítettem, azokat ki lehet találni, hogy mi is lehet az pontosan, de általánosságban véve inkább illusztrációk vannak mindenképpen. Horváth Hajnalka kiállítása a következő hetekben látogatható a Gyulai Tagkórház igazgatási épületében, utána pedig várhatóan a Békés Csabai Tagintézményben is bemutatják a műveket. Idén elmaradtak az Anyateljes Világnap szokásos programjai, helyette szűk körben találkoztak az érintettek. A cél viszont nem változott, hiszen az most is az volt, hogy felhívják a figyelmet a szoptatás fontosságára. Szűk körben kezdődtek el csütörtök délelőtt az Anyateljes Világnap programjai Gyulán. Ilyenkor általában a Vigadóban gyűlnek össze az érintettek, most a jelenlegi körülmények miatt kisebb rendezvényt szerveztek. Ezen a napon a szoptatás fontosságára szerették volna ráirányítani a figyelmet, hiszen az anyateljes táplálással erősebb immunvédelmet lehet elérni. A városban már közel 19 éve tartanak rendezvényeket a témával kapcsolatban. Idén arra kérték az édesanyákat, hogy írják meg tapasztalataikat a szoptatásról, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, és hogyan oldották meg azokat. Gyakoriak a mellbimbó kisebesedése, mellgyulladás, láz, igazából szoptatási fájdalom, és nyugodtan ilyen esetben a védőnőket keressék meg először, hogyha a családon belül tapasztalatokat
nem tudják teljesen használni, vagy nem voltak ilyenek, és a védőnő fogja majd őket tovább irányítani szükség esetén orvoshoz, illetve hogyha annyira nagy a fájdalom, akkor fordulhatnak a házi orvosokhoz, vagy a szülészükhez is, és akkor a védőnőkkel közösen fogják ők megoldani ezt a problémát, hiszen a védőnő az, aki kijár és tartja a napi szinten is akár a kapcsolatot az ellátottakkal, az anyukákkal és a babákkal. Az édesanyák által megélt és leírt pillanatokat a védőnők gyűjtötték össze, és választották ki azokat, amelyek a leghasznosabb segítséget nyújthatják másoknak. Az Anyateljes Világnapi rendezvényen őket díjazták is. Az ajándékcsomag a gyermekeknek és édesanyáknak szóló könyvet és kozmetikumokat is tartalmazott, valamint egy homokozó vödröt, melyet most még ugyan nem, de hamarosan használhatnak a legkisebbek is. Ma már tisztában vannak azzal az anyukák, hogy mennyire fontos és milyen jó dolog az anyatejjel való táplálás. Igazából amiben segítségre van szükségük, az a nehézségek leküzdése, tehát a szoptatás során jelentkezhetnek olyan betegségek is akár, illetve fájdalom rövidebb ideig, amik eltántoríthatják az édesanyákat attól, hogy szoptassanak. Ilyenkor nagyon fontos mind az orvosi, a védőnői, illetve a családi támogatás, megerősítés abban, hogy küzdjenek és folytassák a szoptatást. Az esemény helyszínén látható volt az a tabló is, ahova anyateljes babákról készült fotókat tűztek ki, melyeket szüleik küldtek el a védőnőknek. Csütörtök délután összeöntötték a Nemzeti Összetartozás pálinkáját a Városháza kertjében. Rövid hírek következnek. A kialakult járványügyi helyzet miatt a tervezett második időpontban sem lehetett megrendezni a 21. Gyulai Pálinka Fesztivált, de a hagyományokhoz híven idén is elkészült a Nemzeti Összetartozás pálinkája. A felajánlott anyaországon belüli pálinkákat és határon túli párlatokat egy nyílt hordóban házasították a Városháza kertjében. Áld meg, Urunk, ezt az összetartozást jelképező italt, hogy üdvösséges, oltalmú szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle. Az így kapott összetartozás pálinkáját Kovács Péter esperes plébános megszentelte, ezt követően pedig díszes palackokba került a pálinka. Az eseményen Görgényi Ernő gyulai polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 10 évben Gyula kiemelkedő eredményeket produkált a turizmus terén. A sikerek nem kis részt a Gyulai Pálinka Fesztiválnak is köszönhetők. Takács Árpád kormány megbízott kiemelte, ragaszkodunk a hagyományainkhoz, az értékeinkhez. A járványügyi helyzet ellenére nem marad el a Brillante 2020 bér- és magánfőzők versenye sem, melynek eredményhirdetése a napokban online felületen lesz kihirdetve. Az eseményen Bora Imre hangsúlyozta, bízik benne, hogy jövőre megengedi majd a helyzet, hogy egy nagy létszámú, emlékezetes gyulai pálinka fesztivált hozzanak létre. A szerdai 90-ről csütörtökre 103-ra nőtt a koronavírus fertőzöttek száma Békésben, vagyis a megyék közül utolsóként mi is átléptük a 100-as határt. A második hullámként emlegetett, augusztus végén, szeptember elején megkezdődött, járványügyi szempontból eseménydúsabb időszakban alig volt olyan nap, melyen ne regisztráltak volna Békésben is új fertőzötteket. Ezzel együtt térségünk még mindig Fehérfoltnak számít a térképen, 200 alatti megbetegedést is csak 4 megyében számoltak, a szomszédos Hajdubiharban 546, Jász-Nagykunszolnokban 232, Csongrádban 515 ember kapta el eddig bizonyítottan a kort. Az országos adatok is masszív emelkedést mutatnak, csütörtökön 15.170 beazonosított fertőzöttről beszélhetünk, közülük több mint 10.000-en aktívak. A fertőzés megállítása érdekében kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a szórakozóhelyeket be kell zárni. Szívvel, lélekkel járulunk hozzá ahhoz, hogy ez a város minden évben szép legyen, évről évre egyre szebb legyen, és mind mi gyulaiak jól érezzük magunkat, mint pedig a hozzánk látogató elállóiak. A pandémiás helyzet ellenére is rengetegen jelentkeztek az idei virágos Gyuláért és a legszebb konyhakertek versenyére.
Görgényi Ernő polgármester a szerdai díjátadón kiemelte. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a város egész területe tiszta, rendezett és esztétikus képet mutasson az arra járóknak. A virágosítási versenyen nem csak a virágok mennyiségét, összetételét, a közterület rendezettségét és tisztaságát vizsgálták, hanem a virágok és az egyéb növények összhatását is. Várkonyi Adrián főkertész kiemelte. Az idei évben különösen szem előtt tartotta a zsűri a korszerű, ökológiai szempontoknak megfelelő növényalkalmazást. Virágos és környezetszépítési versenyen 5 különböző kategóriában értékelték a jelentkezőket. Virágos ablak és balkon kategóriában Varga Tivadar győzedelmeskedett. A legszebb virágos közterület nyertese pedig Diószegi Józsefné lett. Virágos intézmény kategóriában a legjobbnak járó díjat a Segítőkezek Idősek Otthona vihette haza. A virágos előkert kategóriában Gellén Bence érte el az első helyezést. A város idén is csatlakozott a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű országos programhoz, mely 7 különböző kategóriában díjazza a jelentkezőket. A megmérettetés az idei pandémiás időszak ellenére sem maradt el, a nevezők számát tekintve is megfigyelhető, hogy a kertművelés, kertészkedés jelentősége még inkább felértékelődött. A közösségi kategória fődíját a Békesugárúti óvoda nyerte el. Második helyen pedig a 8-as számú idősek klubja végzett. A balkonon erkélyen kialakított kategória nevezői közül első helyezést ért el Hízó Károlyné, míg a mini kategória győztese Balogh Zoltán Rózsa kertje lett. A gyümölcsös zárt kertek közül Balogh Lászlóné Kalmár Edittét találta legjobbnak a zsűri. A vegyes zárt kert kategóriában Komlósi Erzsébet Eszter érdemelte ki az első helyezést. Az országos megmérettetésre a Balogh Lászlóné Kalmár Edit és a Komlósi Erzsébet Eszter által szakavatott módon gondozott kerteket nevezték be, így ők még versenyben vannak a Magyarország legszebb konyhakertje cím elnyeréséért. Gyulai gasztrosétával várják az embereket szeptember 18-án és 19-én. A városban található szállodákban, panziókban, apartmanokban a foglalási számok nagyon magasnak ígérkeznek, ezért szervezték meg ezt az eseményt. A magyar gasztrokultúra jelképei, ezen belül is a gyulai gasztrokultúra jelképei a 2 nap során 6 helyszínen várják az érdeklődőket. Itt a pálinkán át a gyulahús termékeit, illetve 2 kézműves sörfőzdét lehet megtekinteni, a Kígyósi úton található gyulai pálinka manufaktúrába, a Sarkadi úti, valamint a gyulaváriban található sörfőzdébe külön transfert biztosítanak a szervezők. A járványügyi előírásokat betartva, többek között főzdelátogatás, pálinka történeti előadás várja az érdeklődőket, de 30 féle díjnyertes gyulai pálinkát is meg lehet kóstolni. A határállomáson egy pecsétgyűjtő füzettel egy olyan plusz lehetőséghez jutnak a résztvevők, hogy minden este a rondellánál egy sorsoláson vesznek részt, melynek az összértéke több 100 000 forint lesz. Elhangzott a gasztrosétában résztvevő cégek, a jövőben szeretnének létrehozni egy közös brendet, mellyel tovább népszerűsíthetik Gyula hírnevét. Járdafelújítás kezdődött el Törökzugban, a Leiningen utca és a Budapest körút közötti területen található szolgáltató sor mögött. Az óvoda és bölcsöde irányába vezető szakasz az elmúlt időben jelentősen elavult, megrongálódott. Néhány járdalap balesetveszélyessé is vált. Látható, hogy jelentősen instabilá válik a talaj, ha az ember rossz helyre lép. A gyulai közüzem Kft. Munkatársai a napokban láttak hozzá a munkához, hogy a forgalmas járdaszakasz biztonságos legyen. A járdaszakasz várhatóan egy héten belül elkészül, de ezt követően is folytatódik a munka a területen. A jelenleg felújítás alatt lévő szakasz mellett szintén egy körülbelül 10 méter hosszú járda vezet a szolgáltató sor irányába. Itt a járdalapok szintén rossz állapotban vannak. A képeken látható munka befejeztével az utóbb említett területen folytatják a felújítást. Napelem parkot építenek a Békés Csabai sportcsarnoknál. Lapszemle következik. Napelem park épül a Békés Csabai sportcsarnoknál. Napelem parkot, valamint energiatároló rendszert építenek egy 18 milliárd forint értékű, összetett energetikai program keretében Békés Csabán, írta a Beol. A beruházás alapkövét csütörtökön tették le. Erősítik az ellátórendszert, bővítik az egyházi fenntartású, szociális ellátórendszert Debrecen térségében, írta a Magyar Kurír. 2 új intézményt is építenek, Hajdúszoboszlón és Hajdúböszörményben idős otthonokat hoznak létre. Megújuló segélyezés.
A rendeletbe új elemként került be az önkormányzati temetési segély, írta a Békés Újság. Helyette viszont törölték az eddig kamatmentes kölcsön formájában biztosított önkormányzati segélyt. Vakok és gyengén látók a kastélyban. Nemrégiben a gyulai Almási kastély látogatóközpontban járt egy 20 fős, vakokból és gyengén látókból álló csoport, közölte a Gyulakult. A vendégek egyrészt jól érezték magukat, másrészt pedig semmi olyan jellegű kritikai észrevételt nem közöltek, ami még jobbá, még teljesebbé tehetné számukra az itt megélhető élményt. A lehűlés után fokozatosan melegszik az idő. A következő napokban sem várható csapadék, sokat süt majd a nap. Szombaton hűvös lesz a hajnal, de napközben meleg idő várható. A hőmérséklet az éjszakai 9 fokról délutánra 24 fokig emelkedik. Vasárnap is sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás. A hőmérséklet 10 és 26 fok között alakul. Lássuk még egyszer mai híreinket. Sok volt az új vendég Gyulán. Az itt nyaralók közelfele először járt a fürdővárosban. Újabb 8 fertőzött Békésben. Péntek reggel 111 beteget tartottak nyilván a megyében. Gyulán a bükki füves ember. Szabó Gyuri bácsi személyesen is adott tanácsokat. Mesebeli valóság. Horváth Hajnalka kiállítása nyílt meg a Pándi galériában. Anyateljes világnap. Idén szűk körben rendezték meg a gyulai programokat. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!